Varga Viktória dizájner minden ruhája csupa költészet, de ehhez a költészethez elég hosszú út vezetett. Viki, mesélj a kezdetekről. Teniszversenyzőként kezdtem pályafutásomat, majd teniszedzőként dolgoztam az egyetem mellett, ahol pénzügyi számvitelen végeztem, de utána elkezdtem dolgozni a szakmában, de nagyon hiányzott a kreativitás az életemből, és éltem Torontóban egy üzleti út kapcsán, és akkor jött a gondolat, hogy utána az álmaimat szeretném megvalósítani, és ahogy hazajöttem be, beiratkoztam a Crea divattervező szakára. Manapság elindulni senkinek nem könnyű. Te mennyire találtál rá könnyedén a saját hangodra? Mennyire voltál tudatos? Mennyire tervezted meg, hogy mi az út, amit szeretnél bejárni, és ez mennyire sikerült eddig? Azt gondolom, engem megkülönböztet a többi tervezőtől, hogy én már tudatosan készültem erre a pályára, és megvolt a saját stílusom, és azért is kezdtem el tervezni, mert sosem találtam pont olyan ruhát, amit szerettem volna felvenni, sosem passzolt valahol, láttam, hogy lehetne előnyösebb, hogy tudnám kihozni az előnyösebb oldalamat, és azt gondolom, hogy ez a nőknek nagyon, nagyon fontos, kevés olyan hordható ruhát lehet kapni, ami mégis egyedi, és mégis van benne valami különlegesség, és egy egyedi örök darab. Az a bizonyos saját egyedi hang mikor kezdett el kialakulni? Mikor tudtad már egészen pontosan, hogy mit szeretnél látni, milyen anyagokkal akarsz majd dolgozni? A saját hangom azt gondolom már a Crea évei alatt kialakult, mert elkezdtünk, nagyon sokat kísérleteztünk, növeltük is a testet, csökkentettük is, voltak különböző papírplasztikai gyakorlatok, anyagmanipulációk, és ezek nekem annyira jól sikerültek, és nagyon tetszettek, úgy utána is ezzel kezdtem el dolgozni anyagokon is, és hogyan tudom a női testet formásabbá varázsolni, kiemelni az előnyösebb testrészeket. Sok-sok kapszula kollekció után megérkezett az első, a legfontosabb kollekciód. Miből merítettél ihletet hozzá? Ennél a kollekciónál, a marrakesi kultúrából merítettem inspirációt. Marrakessel kapcsolatban először egy Yves Saint Laurent idézet fogott meg, aki azt mondta, hogy Marrakes előtt számomra minden fekete volt, és Marrakes tanította meg nekem a színeket, és nagyon szerettem a színeket használni, és úgy gondolom, hogy megtalálom a harmóniát közöttük. A másik dolog Marrakessel kapcsolatban, hogy gazdag építészeti örökséggel rendelkezik, tanulmányoztam a különböző épületeket, kapukat, és a rajtuk lévő motívumokat vettem át a ruhákra, és ezeket képeztem le. A másik dolog nagyon fontos, hogy élő kézművesség hagyománya rendkívül erős náluk. Ebből is át tudtam meríteni, ugyanis nagyon sok kézi technikát alkalmazok a ruhák megalkotása során. Számomra nagyon érdekes, hogy egyetlen kollekción belül különböző technikákat alkalmazol, csipke minta és mondjuk pompomok ugyanúgy megférnek egymás mellett. Milyen technikákat alkalmazol szívesen, és mennyire kell ügyelni arra, hogy ezek így külön váljanak? Nálam az egyik legemblematikusabb a szalagfűzés technikája, ezt már korábbi munkám során is használtam, és ezt most használtam egy csipkébe fűzve is, és megjelenítve egy neoprén anyagon is, amit úgy használtam, mint egy festővászon lenne. Ezen kívül használtam még pomponokat, ezeket egyenként varrom fel, és előrajzolom, és úgy alakítom ki a mintákat. Ez úgy gondolom, hogy Marrakeshez egyébként is nagyon illet. A másik nagyon érdekes, az organza manipulációim. Itt 45 fokban szabom ki a csíkokat, és ezekkel játszadozom próbababán, és alakítok ki különböző formákat. Jelen esetben a marrakesi mazsolel kert növézetére utalnak a formák. Hogyan lehet a női testet a lehető legelőnyösebben úgy megmutatni, hogy a tervezői szabadságot se sérüljön? Nekem mindig megvan az elképzelésem, és minden nő egy saját múzsa lesz, amikor alkotok, és mindig egyedi darabokat szeretnék létrehozni, és az ő alakjukat helyezem előtérbe. Ha valaki azt szeretné, hogy kesken legyen a dereka, vagy a mellét szeretné nagyobbítani, akkor oda helyezek több organza réteget például ez esetben. Rovatunkat támogatta a Hungária Pezsgő.